A kereszt már megérkezett, azonban egyelőre még nincs hova felrakni. Ugyanis teljes rekonstrukció alatt van a bonyhádi Ermel Vojnics mauzóleum. A völcségi városban fellelhető műemléképületet Percelet-Elka lányának, Ermel Vojnics Erzsébetnek a végrendelkezése alapján készítette el a családja. 1905 és 1907 között épült az épület, és azóta komoly felújítás ezen nem történt. Apró beavatkozások voltak, lábazati felületeken voltak cementes javítások szakszerűtlenül, de komolyabb felújítást nem élt meg az épület. Viszont az elmúlt majdnem 120 év alatt már nagyon sokat rongálódott. Tudni az épületről, hogy körben minden nyílást ólomüvegablakok díszítettek, aminek a felújítás kezdetén már csak a töredékeit találtuk meg. A díszítő festés, ami bent egy nagyon szép, sokszínű belsőt fog mutatni majd, az pedig teljesen lekopott, és a korábbi beázások miatt szintén csak darabokban volt rekonstruálható már a mintázat. Az épület külső felét, a teljes homlokzatot zsolnai pirogránit fedi. Távolabbról azt látjuk, hogy kőhatást mutat, de valójában ez nem kő, hanem égetett kerámia. Emiatt is olyan gondos munkát igényel, mint ami elkezdődött az épületen. A terület, ahol állunk, ez egy egykori temető, ahol a temetkezést már ideje felhagyták. Vannak még gondozott sírok, és még ma is történik ritkán temetés a területen, de már nem ez a hivatalos temetkezési hely Bonyhádon. Viszont a Percel család itt temetkezett, egy számos sírhely van, ami a projekt része is, 9 darab sírhelyet komolyan fel kell újítani, és hát maga a fő attrakció a mauzolom belsejében lévő sírhely is felújítandó. A beruházás közel bruttó 200 millió forint visszanemtérítendő kormányzati támogatásból valósul meg. A munkálatokat már 2021 őszén megkezdte a kivitelező. Elkészültek a fakivágási munkák, elkészült az épület utolagos falszigetelése, elkészült az épület tartószerkezeti megerősítése, lebontották a korabeli rézlemez fedést és a teljes alátét deszkázatot, elkészült az új deszkázat, elkészült a fa tartószerkezet faanyagvédelmi kezelése, és egyelőre tél folyamán ponyvázva van a tető, amit látják. A műhelyben nagyon sok munka folyik, amit a helyszínen nem látszik. Egyrészt az ólomüveg töredékekből állítják össze pécsi restaurátorok az új ólomüveg ablakokat. Megtörtént a festési mintavétel, tehát a díszítő festés mintázatait levették, a sablonok pécset elkészültek, és amikor a belső vakatjavítások teljesen elkészültek és kiszáradtak, akkor a festés is meg fog kezdődni. Ez nagyjából egy hónap múlva valósul majd meg. Párhuzamosan folyik a zsolnai gyárban Pécsett a homlokzati burkolóelemek gyártása, tehát a teljesen tönkrement, szétfagyott elemeket, amit már nem lehet restaurálni, rekonstruálni helyszínen, azokat újra kell gyártatni. Ez is üzemben zajlik. Az épület belsőhöz tartozik még két úgynevezett stallum, tehát belső padok, amik fa restaurátornál vannak, és ugyanebben a műhelyben újítják fel a mögöttem lévő bejárati ajtót is. Ez egy iglenes ajtó került most a beépítésre a helyszínre. Az eredeti ajtó a műhelyben van és felújítás alatt áll. A belsőhöz tartozik még egy eredeti mintákkal azonosan kialakított öntött műkő, úgynevezett terradzó burkolat elkészítése. Ez az utolsó stádium lesz. Foglalkoznunk kell a tereppel, tehát támfalak készültek több ütemben. A belső tér berendezéséhez tartozik egy nagyon szép zsolnai oltár is, aminek sajnos sok károsodása volt már az idő során, nagyon sok rongálás volt a helyszínen, és emiatt sok darabját kell aztán újra gyártani szintén a pécsi zsolnai gyárban. Ezek mázas kilakításúak, ellentétben a homozatburkolattal, és ami az egésznek egy komoly dísze lesz még, az egy középen befüggesztett, hatalmas, szintén zsolnai gyártású csillár. Az őszi időszakban a rézlemezfedést eltávolították, a deszkázatot leszették, és új deszkázat került a fedés alá, és miután hideg időszak volt, ezért csak műhelyben folyhat az előkészítési munka, tavasszal kerül fel az új rézlemezfedés, az újra gyártott minta alapján újra gyártott tetőszellőzőkkel és a kereszttel együtt. Addig a műhelyben a szellőzők legyártásra kerültek, a rézlemez táblákat kialakítják és előkészítik, hogy itt a helyszínen már csak összeállítani kelljen. A projekt nem csak a mauzóleum és a 9 perccel sírhely felújítását foglalja magába, hanem a környezet rendezését is.
tájidegen alászorult, előregedett fákat, faállományt ki kell vágni, a helyére pótlásokat kell elvégezni, és a terepet úgy kell kialakítani, hogy az épület bemutatható legyen. Tehát az önkormányzat azt tervezi, hogy egy tanúsvényként a perccel emlékhelyeket összefűzi, ez egyik kiemelt állomás lesz. Biztosítani kell, hogy az érdeklődők, a kirándulók, a diákok, a turisták, azok száraz lábbal tudjanak a parkon átkelni. A műemléképület eredeti szépségét várhatóan nyár elejére állítják vissza a szakemberek.